8 napi rendi pontból 2-t nem tárgyalt Sárospatakváros ügyrendi és jogi bizottsága. Ezek közül az egyik a zöld beruházási rendszer klímabarát otthon energiahatékonysági program, amely pályázati kiírása hamarosan változni fog, így nem tudták, hogy mire is alkossanak rendeletet. A másik téma, amit nem tárgyaltak, az RFV kérdésköre, mivel nem állt minden írásos anyaga a bizottság rendelkezésére. Az ügyrendi és jogi bizottsága a többi napirendi pontot rendben megtárgyalta. 2 oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szólt. Egyfelől a VAI szakmunkás képző intézettel kapcsolatosan, akiknél azért került ez az előterjesztés a testület elé, vagy kerül majd a testület elé, mert tulajdonképpen szeretnének újabb szakmákat fölvenni a tevékenységi körbe, és hát ezeket át kell vezetni a testületen, az alapító okiraton. Egyfelől, másfelől a Rákóczi iskolával, illetve az ódával kapcsolatosan vetült még fel alapító okirat módosítás, mind a kettőnél, egyrészt az iskolánál a tevékenységgel összefüggő anomáliák miatt, illetve ott a bizonyos gyerekeknek a felkészültsége, illetve a szellemi színvonalával kapcsolatos változtatásokat, módosításokat kellett ide beépíteni. Alapító okiratot óvoda esetén is módosítani szükséges az átalakítás beruházás miatt, ám a névről is vita alakult ki. Felvetült az igény már annak idején az ördög összevonáskor is az óvodák, óvoda nevének a megváltoztatására. Hát ez elsősorban itt a korábbi óvodáknál vetődött fel, hogy mindenki szerette volna a nosztalgiából a saját intézmények a nevét átvinni, közben ugye új óvodanév jött létre. Ez még mindig motiválta, mozgatta ugye az egyes óvodákat szerető pedagógusokat, meg szülőket, és hát most ezért gondolták, hogy itt az alkalom arra, hogy ilyen módosításokat végezzünk. 4 alternatíva jött be. Az egyik, ami talán a legészszerűbb lenne, az, hogy ha már a Karolina óvoda megszűnik, akkor az alapítójának, annak idején Sárospatakon az óvodákat Karolina hercegnő alapította, és hát hogy az ő neve maradjon meg, és ezzel talán emléket állítanánk annak a óvoda intézmény egységnek is, ami ma megszűnik. A bizottsági ülésen elhangzott, persze fontos egy intézmény neve, ám ettől fajsúlyosabb a benne végzett kiváló szakmai munka.